A projekt keretében Tatabáros területén 1420 lámpatest korszerűsítése történt meg. A korszerűsítéssel az energiafogyasztás megtakarításának mértéke 46%. 3100 körül van a lámpatestek száma a városban. Ennek tehát majdnem a felét sikerült megújítani. Ezek új korszerű ledes közvilágítási lámpák, aminek a legfontosabb üzenete, hogy energiatakarékos. A másik még fontosabb a tataiak számára, meg még fontosabb üzenete, hogy világos. Sokkal nagyobb fénye van, mint a korábbi lámpatesteknek. A gazdasági programunkban az elmúlt 4 esztendőben az egyik komoly vállalásunk az volt, hogy a közvilágítás megújuljon a városba. Örülök nagyon, hogy ennek az első nagy ütemét, az első felét el tudtuk végezni. Az egész beruházás az mintegy 169 millió forint, ebből 25 milliót vállalt a város, és 144 millió forint támogatás az az összeg, amelyet a KEOP pályázat keretében a Tataváros önkormányzata elnyert. A korszerűsítés célja, hogy műszakilag biztonságosan és költséghatékonyan működjön a közvilágítás. Azok a standard összegek, amit az EON felé fizettünk közvilágításra, az évről évre emelkedett. És akkor határoztunk úgy, hogy egyrészt ezt az akkori rendszert, ahogy a közvilágítás működött, abból kilép a város, és új utakra lépünk, és ez több olyan eredményt adott számunkra, ami mindenképpen a város javát szolgálja, hiszen azóta magunk kezébe tudtuk venni a közvilágítás felújítását, üzemeltetését. Az áramszolgáltatást a közvilágításhoz mi tudjuk beszerezni szabadpiaci áron, és nem másokon keresztül és kiszolgáltatva, és így jelentős több 10 millió forintos megtakarításokat tudtunk elérni. A közvilágítás megújítását önerőből folytatja majd a tatai önkormányzat. Amennyi megvalósult most a lámpacserékkel, remélhetőleg közvetlenül az intézményeket érintve fogjuk folytatni már önkormányzati költségvetésből.